Kedves nézőink, Somogyi Tiborral folytatjuk a beszélgetést. Köszöntelek a stúdióban, Tibor. Te az Őrtüzek Imádságháza vezetőségi tagja vagy. De mielőtt erről elkezdenénk beszélgetni, tudod-e, hogy ma különösen is második János Pál pápára gondolunk ezen a napon, hiszen 1978-ban ezen a napon mutatta be az első székfoglaló Szent a Szent Péter téren, és különös kampány indul ennek kapcsán, a metróban helyezik el az ő idézeteit, különböző helyeken azt hiszem 10 metróállomásban hallottál erről? Igen, reggel hallottam én is a rádióban, meg most láttam nálatok a, az előbb a sajtótájékoztatóról az anyagot, ez egy nagyon jó dolog, hiszen az evangéliumot hirdeti szerte az, az országban és az evangélium hirdetéséhez járulnak hozzá azok a nézőink is, akik adományaikkal támogatják a televíziót, mert nem tudom, hogy tudod-e, ez a média misszió kizárólag adományokból működik. Úgyhogy nézőink tartják fönt a televíziót, és járulnak ahhoz hozzá, hogy, hogy az Isten igéje, az örömhír eljusson mindenkihez. Igen, nagyon fontos, különösen is pontos az, hogy a, az adományozás az az életünknek a része legyen nagyon sokan ezt talán nem teszik meg, de nem is azért, mert nem akarják, hanem mert, mert nem része az életünknek. Tehát például a nyugati kultúrákban az adományozás az, az egy teljesen természetes dolog. És nagyon fontos az, hogy azok a, azokra a célokra áldozunk, amiknek, amiknek fontos, amiket fontosnak tartunk. Igen, hogy mi lehet ennek az oka? Vajon az a 40 év, amikor úgy megszoktuk, hogy állambácsi gondoskodik, és hát a templomban is sajnos megszoktuk, hogy mi leülünk, van fűtés, van hangosítás, van világítás, minden, amire szükségünk van, várjuk a szolgáltatást. Ez, ez így van, ehhez nem tudok mit hozzátenni ezt a kérdés De talán ami a, az imádság, különböző imádság háza, házak vannak, ami oda az embereket, az azért már olyan elkötelezettség, ami ar, abban is tudatos keresztényeket feltételez, hogy tényleg az egyház a miénk, közös ügyünk, akár anyagilag is, akár minden szempontból. Mi is ez az imádságháza? Uh, miatt elmondanám, azt pontosan elmondanám, hogy az imádság háza is adományokból él. Na, Tehát, hogy nem állami támogatásból, hanem, hanem a testvéreknek az adományaiból. Az imádság háza az tulajdonképpen egy világméretű imamozgalom, ami nagyon dinamikusan fejlődik itt az elmúlt évtizedekben, és arról szól, hogy az a célja, hogy szerte a világban egyre több olyan, úgynevezett imádságháza jöjjön létre ahol Isten szünet nélküli folyamatos dicsőítése megvalósul. Tehát, hogy egyetlen perc nélkül folyamatosan dicsőítsük Istent. Ez nem feltétlenül templom, a helyszín. Sőt, inkább azt mondanám, hogy nem templom. Azért nem templom, mert nagyon fontos, hogy felekezetközi. Tehát. Ezek olyan helyek, ahol, ahol bármilyen keresztény, közösség, felekezet, egyház, bárki be, betérhet és kicsit megpihenhet Isten jelenlétében, kicsit, kicsit um, Istenre fókuszálhat, megállhat a világban. Viszont az eszköz, ahogy Istenre figyel, az a dicsőítés. Igen, ez a, ez a zenés dicsőítés, ami ugye a jelenések könyvében van, hogy um, amikor Isten tróntermébe nyerünk bepillantást, ott ugye leírja a Biblia, hogy a 24 vén leborul Isten előtt, és a kezükben, az egyik kezükben egy hárfa, a másik kezükben pedig egy tál, a szentek imádsága van. Tehát ugye ez a kettő, ez számunkra Istennek a zenével történő dicsőítését jelenti, és ezért fontos. A dicsőítés egyébként egy életforma, tehát hogy nem feltétlenül, egy zenés dicsőítést értünk alatta, de az imádság házában, ebben a mozgalomban ezt ezt mi ezt alkalmazunk a dicsőítésnek a zenés formáját. Igen, hát egész életünkkel dicsőíthetjük az Istent, de hogyan is kezdheti el a, ezt a dicsőítő, nem is csak a lelkületet, hanem konkrétan a, az énekes dicsőítés, hogy a saját szavainkkal, ha nem is énekelve, de szóban elkezdjük dicsőíteni az Istent. Sok ima módot ismerünk, és közülük talán pont a dicsőítés nem kap akkora szerepet, mint a ha, akár ha jól neveltek vagyunk, akkor a Hálaadó a köszönő vagy a közbenjáró hiszen nézőink tudják, hogy, hogy milyen sokszor imádkozzuk itt a televízióban, például az irgalmasság, Rózsafűzéret különböző szándékokra, ugye ez a közbenjáró De a dicsőítés az miben áll? Hát a dicsőítés a 40. Zsoltárban van az, hogy amikor a szorongattatásomban az úrhoz kiáltottam, hogy meghallgatott engem, és sziklára helyezte a lábamat, és biztossá tette a lépésemet, és utána a dicsőítő szózatot adott a számba, Istenünket dicsőítő szózatot. Tehát láthatjuk, hogy amikor Isten kiragad minket a mélységből, akkor a legjobbat akarja -e nekünk adni. És úgy gondolja, hogy a legjobb dolog az életben, amit tehetünk, az, hogy dicsőítjük Istent. És hogyha ez a mi életformánká válik, és dicsőítjük Istent nem csak akkor, amikor jó dolgok történnek az életünkben, hanem amikor megpróbáltatások vannak, hiszen semmi sem történhet, Isten tudta nélkül. Nem biztos, hogy kifejezetten az akaratával, de az, hogy ő ne engedje meg olyan dolog, nem történik a világban. Tehát azért is dicsőíteni kell Istent, és meg kell bíznunk el Istenben, hogy azok a megpróbáltatások, azok, azok a mi szolgálják. És fontos azért is dicsőíteni Istent. Igen, gyakran azt hiszük, amikor látjuk a dicsőítő embereket, főleg, hogyha olyan különböző módokon, a testükkel is dicsőítik az Istent, hiszen az egész lényünkkel dicsőíthetjük őt, és akkor felemelt kézzel imádkoznak, vagy tapsolnak közbe. Azt gondoljuk, hogy na, hát persze nekik jó kedvük van, dicsőítenek, de én, nem tudom, elvesztettem a munkámat, meghalt valamelyik szerettem, nem vették fel a gyerekemet az egyetemre, szóval annyi problémám van, most olyan rossz Igen. kedvű vagyok, hogy én belőle most nem fakad föl ez a dicsőítés. Meg kell próbálni, szerintem a dicsőítés alapvetően nem egy érzelmi dolognak kell lennie, hanem egy tudatos döntésnek. Dicsőítem Isten, én biztatok mindenkit arra, hogy próbálja ki, akár csak a mai nap, mindenért, mindenért dicsőítse meg Istent. Amikor, amikor nehézségek vannak, akkor is dicsőítse meg, és akkor meglátja majd, hogy ennek micsoda ereje van. És főleg, hogyha, hogyha tehát hogy a nagyobb megpróbáltatásokban is, ez hatalmas erőt fog nekünk adni. És a, a maga, a, a zenével történő dicsőítés, vagy amit látunk, hogy emberek dicsőítenek, ugye az már tulajdonképpen a dicsőítő szolgálat, hogyha most egy kicsit ide evezhetek, az már egy csúcsa. Tehát az, amikor valaki kiáll valahova és dicsőít, az éghegy amögött a mögött az van, hogy nagyon sokat imádkozik, hogy szintén Isten jelenlétében próbál lenni. Úgyhogy amikor már ezt kifejezi máshol, az, az, már, egy, az már egy gyümölcs tulajdonképpen. Ami nekem sokat segített, hogy a bajban is dicsőítsem az Istent, az az, amikor tudatosult bennem, hogy nem azért a bajért kell dicsőítenem az Istent, amit most megélek, hanem azért a jóért, amit ő, mivel mindenható, ebből majd ki tud hozni, hogy a javamra fogja tudni fordítani, és akkor már könnyebben ment nekem, akkor ezt tudatosítottam, akkor már könnyebben tudtam dicsőíteni, és egyszerűen csak azt mondom, dicsőítelek, Uram, azért a jóért, amit te már látsz, én még nem látok. Igen, egy Merlin Karatász nevű lelkész írt erről egy könyvet, a Dicsőítésben rejlő erő, ami, ami nekem ebben a tekintetben átformálta a, a, látásmódomat, és rájöttem, hogy tényleg ennek így kell lennie. És nagyon sok esetben, amikor elkezdjük a bajban dicsőíteni Istent, akkor jön és segít nekünk, anélkül, hogy kérnénk. Persze ez nem azt jelenti, hogy most, ha rossz dolog történik, akkor bedobok két dicsőítést az automatába, és megoldódik a helyzetem, de, de engem segít a bajban is, Isten dicsőítése. A másik, amit talán ritkán tudatosítunk, hogy Istent önmagáért dicsőítjük. Tehát azért, mert mindenható, azért, mert szeret, azért, mert ő, ami mennyei atyánk. Igen, hát különben az már egy kérőim, hogyha nem ezért tesszük. Tehát, hogyha valami van mögötte, most azért dicsőítsük, mert, mert akkor utána valami, valami jót kapunk. Igen, ez egy, ez egy, nagyon jó dolog. Én nagyon szeretem Isten dicsőíteni, zenével is, énekkel is, de, de akár szavakban is. Úgyhogy nagy erőt ad. Ezt csináljuk mi is, ugye az imádság házában és a mozgalom ugye erről szól, hogy Isten dicsőítsük. és a dicsőítés mellett természetesen az imádság házában járás is jelen van, tehát imádkozunk az országunkért, imádkozunk az egész világért, imádkozunk a megtérésekért, hiszen ebben az időben most, amikor ugye ez a vírus itt teljesen felborította gyakorlatilag a, a, a Földet, mondhatjuk, akkor az nagyon fontos, hogy mi keresztények is magunkban nézzük, és meglássuk azt, hogy vajon mennyire élünk Istennel, mennyire vagyunk Istenre, mennyire Isten van az első helyen. Um, nagyon fontos a saját szolgálatunkat is átvizsgálni, hiszen pont, um, pont gondolkodtam azon, hogy tehát, hogyha az ember hiába ö, szolgálja 172 órában egy héten Istent és, és dicsőít, és szegényekhez megy, de hogyha a szolgálat Isten elé kerül, akkor az már nem jó dolog. Tehát a keresztényeknek is vissza kell térni Istenhez, és természetesen a világnak, amelyik máshol keresi a vigaszt, máshol keresi a boldogságot, de tudjuk, hogy csak Istenben van ez meg. A világnak pedig szüksége van a megtérésre. Mások ö, imája, dicsőítése, ha abba bekapcsolódhatunk, az segít nekünk is. Hova mehetnek azok, akik szeretnének egy kicsit bekapcsolódni? Ugye ez ö, 24 órás dicsőítés, jó, jó esetben, vagy legalábbis napközben. Ö, hol vannak az országban olyan helyek, ahova elmenve, akár csak betérek, együtt dicsőítek a többiekkel, aztán hazamegyek? Hát Budapesten van két imádságháza, rajtunk kívül még egy, aztán van Pécset, egy Kecskeméten és Sűsápon működnek jelen pillanatban, és hát a tavasszal beszélgettünk nagyon sok olyan testvérel szerte az országban, akik imádságháza kezdeményezést indítottak el, és reméljük, hogy majd egyszer imádságháza is lesz abból. Ami most ugye nehézség a vírus miatt azért nem lehet teljes nyitottság, tehát most ezek az alkalmak inkább a, azok a napi ima órák, ezek, ezek zártak. Megtartjuk őket, ugye mi a Magyar Szentek templom alatt um, kaptunk egy hatalmas közösségi teret, amit nagyon köszönünk Kécsi Gábor most is. Um, és hát most lesz uh, kedden 19-21 óráig ott a Magyar Szentek templomában betartva a járványügyi elő, előírásokat egy, egy dicsőítő imaestünk. És ez azt jelenti, hogy ha már annyian vannak, akkor Hát akkor hazatérek és otthonról kapcsolódom be a dicsőítésbe, ha pedig még van hely, akkor bemehetek? Ez pontosan ezt jelenti, tehát a regisztráció az szükséges, mert ugye meg kell határozni, hogy menjen, mehetnek be, hogy biztonságosan akkor van legyünk. És akkor van ugye egy lehetőség lesz arra is, hogy a YouTube csatornánkon keresztül kövessék ezt, a, ezt az imaestet. Uh -huh. És akkor a, van egy honlap, ahol megtalálhatok az imádságháza, és a regisztrálni lehet? Hát Vagy a... ilyen közös honlap nincsen? közös honlap nincsen minden. Ez jó lenne. Például a karizmatikus megújulás oldalán föltüntetni, hogy hol vannak az imádságházák. Igen, ez, ez, ez jó lenne. Ezt ez jó majd lenne. felvetjük ezt a javaslatot, igen. igen És a másik talán egy utolsó gondolat, hogy azok, akik idősek, betegek, vagy gyerek kisgyerekekkel vannak otthon, vagy bármilyen más módon nem jutnak el, mert nem olyan helyen laknak imádságházába, akkor mondhatod, hogy kezdjék el még ma a dicsőítést, de hogyan, hát mit kell mondani, mit mondjon valaki, aki dicsőíteni szeretné az Istent? Hát azt gondolom a legjobb, hogy a saját szavainkkal, persze lehet kötött imával, de saját szavainkkal. Egyszerűen, ahogy te is mondtad, ugye, azért dicsőítjük Isten, mert van. mert és, és tudnunk kell, hogy Isten jót tervezett a mi életünk föl, van egy ilyen dal, hogy jót terveztél az életem fölön erről szól, hogy Isten a mi életünkben a lehető legjobbat tervezi. És dicsőítenünk kell érte, dicsőítenünk kell azért, mert van, Azért, amit tesz a mi életünkben, nagyon fontos azért imádkozni, hogy az atya akarata meglegyen a mi életünkben. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, és, és, köszönjük meg neki mindent. Köszönjük meg, köszönjük Uram ezt a nehézséget, mert te tudod, hogy ez most ebből te hogy fogsz kihozni egy olyan jó dolgot, ami majd mi nekünk a javunkra válik. Köszönöm, Tibor a beszélgetést!